Szép napot mindenkinek, ez a Kocka Disputa, ő pedig itt az a film, amelynek kedvéért legutóbbi megjelenésekor Superman nem volt hajlandó leborotválni a bajszát, és amelyből kiderül, hogy Tom Cruise-nak 56 évesen továbbra sem a reuma, hanem a rossz arcú terrorista bácsik jelentik a legfőbb kihívást. A Mission Impossible Fallout, vagy magyarul utóhatás, a hatodik rész a széria életében, és ismét Christopher McQuarrie rendezte, aki már másodjára rendez Mission Impossible filmet, ilyen még nem volt a sorozat életében, és olyan színészek játszanak benne, mint Tom Cruise, Henry Cavill, Alec Baldwin vagy Simon Pegg. A film története szerint a szindikátus nem szűnt meg, csak átalakult, és apostolok néven hirdetik tovább az igét, ami persze nagyjából a világméretű pusztítást jelenti, és ezt nyilvánvalóan hősünknek és kis csapatának kell megakadályoznia. Hát mennyire unalmasan összefoglalható cselekmény, és wow, mennyire jó film. Pedig engem igazán nehezen nyűgöz le egy akciófilm, és megmondom őszintén, hogy a film körüli hype miatt egy picit szkeptikusabban is ültem be a vetítésre, de tagadhatatlan tény, hogy amit ki lehet hozni a műfajból, azt ez a film megtette. Nyilván sokat dob a film értékén, hogy Tom Cruise, ahogy szokta, az akció jelenetek egy jó részét most is saját maga oldotta meg, nem pedig kaszkadőrt vagy mondjuk a CGI-t hívta segítségül, és ettől az egész sokkal életűbbnek tűnik. Csinál ő mindent, motoros és autós üldözéstől kezdve egészen a helikopteren himbálózásig, úgyhogy tényleg kimaxolta, és ezek a nyílt terepes jelenetek épp úgy rendben vannak, mint a szűkebb, zárt térben zajló, keményebb verekedős részek. Külön dicséret illeti az operatőröket, hogy az akciófaktort végre nem ezzel a rázkódó kamera hatással akarták megoldani, mert annyira sok helyen láttunk és úgy utálunk. Minden képkocka jó, kivehető, követhető, az összes akciójelenetet élvezett volt nézni. A történet bár egyszerűen leírható nagy vonalakban, részleteiben mégis kellőképpen kidolgozott és odafigyelést igénylő. És épp amikor kezdenénk megunni a szuper látványos, de nem túl mély akció orgiát, akkor ráerősítenek a kém vonalra, ami ugyanúgy hozzátartozik a film világához, és ezek a jelenetek a legjobb ütemben váltják egymást, ahogy a fordulatokat is pont jókor tették bele a filmbe. Egyébként a forgatókönyv a legtöbb pontján teljes mértékben vállalható, ügyesen kerülik el a filmes butaságokat is. Például van egy jelenet, ahol Tom Cruise bele akar menni egy veszélyes helyzetbe, és az egyik mellékszereplő figyelmezteti is erre, viszont nem mondja el, hogy miért is veszélyes ez a helyzet, és 10-ből 9-szer egy akciófilm itt meg is állna, mi pedig fognánk a fejünket a székben, hogy hát ugyan mondd már el neki, hogy mi a probléma. És itt ez hála Istennek meg is történik, és a mellékszereplő fél percen belül elmondja, hogy azért veszélyes, mert, és erre figyeljél. Annyira jó érzés, hogy ezeket a filmes hülyeségeket elkerülték, úgyhogy abszolút jár a piros pont. Az ellenfeleket sem érezzük unalmasnak vagy túljátszottnak, ami azért előfordult korábbi Mission Impossible filmeknél. A mellékszereplők pedig szerintem folyamatosan jobbak lettek a széria során, és ez így csúcsosodik ki. A remekül játszó Rebecca Ferguson karakterétől a mindig vicces Simon Peggig. A főhős pedig Tom Cruise, aki szereti, itt imádni fogja. És végre egy akciófilm, ahol nincs 600 kikacsintos poén a főszereplő korára vonatkozóan, ezért külön hálás vagyok. Bár így meggondolva miért is lenne, hiszen ahogy mondtam, Cruise nem egy veszélyes jelenetet bevállalt saját magam a film kedvéért. A film egyetlen kritizálható pontja az, hogy nem mutat semmi újat, már minden elemét láttuk valahol, de ez fel sem tűnik az egész mozi alatt, annyira jól van rendezve, annyira jól építették fel a feszültséget és az izgalmat az akciójelenetekben vagy a karakterek közti konfliktusokkal, hogy végig szórakoztató tud maradni, és abszolút mértékben leköt a teljes játékidő alatt. Nekem a Mission Impossible utóhatás 10/9-es. Ennyi lett volna a mai disputa, ha tetszett a videó, akkor kérlek kedveljétek és iratkozzatok fel a csatornára. Én köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!